Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámasztása által. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szerető Istenünk, köszönjük, hogy Te olyan Atya vagy, aki a megerepett nádat nem töröd el, és a pislogó gyertyát nem oltod ki. Köszönjük, hogy ezért lehetünk most mi is előtted. Olyan sok vihar tépázta a mi nádszál életünket, olyan sok repedés, törés gyengíti, és néha alig-alig pislákol a mi hitünk, reménységünk, szeretetünk. Könyörülj rajtunk, és úgy szólíts meg most minket teremtő, hatalmas igéddel, kedves, gyöngéd szavaddal, hogy megerősödjünk, megépüljünk, szeretetünk és hitünk új lángra lobbanjon, tudjon világítani, melegíteni, másokat is táplálni. Hajolj hozzánk egészen közel, akármilyen mélyen vagyunk is. Köszönjük, hogy Jézusban ezt megtetted. Emelj minket magadhoz egészen közel. Hadd lássunk újra. Hadd tudjunk dicsőíteni. Hadd kapjunk tőled erőt a terheinkhez, választ a kérdéseinkre. És add nekünk, miközben szavadat halljuk, a hit ajándékát, hogy befogadjuk, elfogadjuk szavadat és ajándékaidat. Téged magadat. Tőled a mi új életünket. Vagy ebben erősödjünk meg. Amen. Isten igéjét a Zsoltárok könyve 18. részének 17. verséből hallgassuk meg. A 18. Zsoltár 17. verse így hangzik. Lenyúlt a magasból, és felvett engem, kivont engem nagy vizekből. Kedves testvérek, abban a számomra felejthetetlen, kedves szép kis dunántúli faluban, ahol a szolgálatomat kezdhettem, sok gólyafészek volt. A templom gerincére is építettek egyet a gólyák, ügyesen megtámasztva két oldalról. Így tavasz felé már az egész falu népe várta őket, aztán mikor megérkeztek, szívesen hallgattuk esténként a telepelésüket, aggódva néztük elkeseredett küzdelmüket minden fészekért, amit évről évre újra meg kellett hódítaniuk, és aztán figyeltük, hogy milyen gondosan tatarozzák az elfoglalt fészkeket. Aztán nyár elején kikeltek a kis gólyák, és akkor történt egyszer a baj. Éppen a parókia udvarán. Kiesett egy fióka a fészekből. Ott csapkodott a fűben, a porban, tolla még alig nőtt, szárnya még nem nőtt ki, teljesen tehetetlen volt. Tehetetlenül köröztek fölötte az öregek is, néha leszálltak mellé, aztán ijeszten fölrebbentek megint, és tehetetlenül néztük mi is. Mit lehet itt csinálni? Hogyan lehet rajta segíteni? Mert még ha lett volna is egy jó erős tetőlétra, azon a nagyon meredek és magas templomtetőn, akkor se lett volna könnyű egy ilyen csapkodó, viszonylag nagy jószágot oda felszállítani. De a hozzáértők azt mondták, hogy meg se próbáljuk, mert ha már megfogjuk, akkor emberszagú lesz, és azt úgy látszik, csak mi bírjuk ki. Sem az öregek, sem a testvérei nem fogadják be úgy, kilökik a fészekből megint. Nincs értelme fáradni. Akkor mi lesz vele? Ott pusztul el. Ezt olyan hideg vérrel állapította meg valaki, hogy máig is emlékszem arra, hogy beleborzongtam. Nem tudunk segíteni? Nem. Legfőjebb a kimúlását tehetjük könnyebbé, hogy mégse a macskák tépjék szét, és ne a szomjúságtól dögöljön meg. De madár fiókán, ha egyszer a fészekből kiesett, ritkán lehet segíteni. És az emberem? Mert hogy ő is kiesett a fészekből.
abból, ahova teremtetett, ahol nőhetne és élhetne, az Istennel való valóságos, meghitt szoros közösségből, a fészek melegből, a fészeknek a biztonságából, az Isten közelség védettségéből kiesett. Kiestünk onnan, ahol igazán emberré válhattunk volna. Bölcs urává a teremtett világnak, boldog gyermekévé a teremtő Istennek, és szerető testvéreivé egymásnak. Mert ez lett volna a célja Istennek velünk. Aztán ezt hiúsítottuk meg azzal, amikor föllázadtunk. És azt mondtuk, hogy nem kell a fészek, és nem kell az atya. Majd mi egyedül. És azóta egyre gyorsuló tempóban tesszük tönkre a teremtett világot, önmagunkat, és egyre rettenetesebb eszközökkel fenyegetjük egymást. Mert Isten nélkül nem tudunk uralkodni a világon, nem tudunk uralkodni önmagunkon sem, mert egymás fölött akarunk uralkodni, amit viszont nem engedett meg Isten nekünk. És nem tudjuk abba hagyni azt, ami így elkezdődött. Tehetetlenül vergődünk, pusztítván magunk körül és magunkban minden értéket. Ki tud segíteni rajtunk? Ki tudott volna segíteni a kis gólyán? Csak az öregek. Ha a gólya is képes lenne arra, amire a macska, hogy a kölykét a szájába, a csőrébe véve oda szállítsa, ahova kell. De a gólya erre nem képes, így hát elpusztult a fióka. Képes-e az atya arra, hogy visszahelyezzen minket a fészekbe? Csak ő helyezhet oda-vissza. Ha nem képes rá, menthetetlenül elpusztulunk. Az egész Biblia arról szól, hogy képes. És kész is. Isten kész a fészekből kiesett embergyermeket oda-vissza emelni. Lenyúlt a magasból, és fölvett engem, a nagy vizekből kihúzott engem. Vallja valaki, aki átélte az Isten szabadítását. Hogyan nyúlt le a magasból? Úgyhogy úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgy nyúlt le Isten a magasból, hogy utánunk jött Jézus Krisztusban. Hogy ő maga emeljen vissza oda. Mert magunktól nem tudunk, senki más nem segíthet rajtunk, reménytelenül elveszünk. De ő azt akarja, hogy el ne vesszünk, hanem aki hisz ő benne, annak újra élete, örök élete legyen. Így szerette Isten ezt a világot. Nem mondott le rólunk, nem hagyta sorsára a lázadó embert, nem beszédet intézett hozzá, nem tanácsokat és parancsokat osztogatott neki, hanem lenyúlt a magasból, hogy visszahelyezze. Egészen le, oda, ahova estünk, le a Golgotáig, két rablógyilkos közé, olyan mélyre leszállt az Isten. Mert oda kerültünk, hogy onnan emeljen vissza az eredeti helyre, a fészekbe, magához, hogy életünk legyen, és el ne pusztuljunk. Jézus Krisztusban lehajolt egészen a halál mélységéig, hogy nekünk életünk legyen, és bővölködjünk. Lenyúlt a magasból, és felvett minket. Mindenkit? Mindenkit, aki hagyja, hogy felvegye. Mert az embernek megadatott az a képesség, hogy visszautasíthatja az isteni mentő szeretetet. Aki engedi, hogy Isten fölemelje, vagyis aki hisz ő benne, az viszont visszakap mindent, amit elveszített. Visszakerül ő hozzá. Új emberré válhat. Jézus új szövetséget kötött velünk az egész embervilággal. És kivétel nélkül mindenki élvezheti ennek a szövetségnek az áldásait, aki kész belépni ebbe. Rajtunk múlik, a hitünkön múlik. Aki hisz ő benne, el ne vesszen. Ezt élte át kicsiben Dávid. Erről szól az ő bizonyságtétele, mert ez a Zsoltár az ő imádsága. Éveken keresztül üldözte őt Saul.
Minden bokorból orvgyilkosok leselkedtek rá. Már a kétségbeesés szélére került szerencsétlen Dávid. Már Isten szava hihetőségében is kételkezni kezdett. Mert az Úr megígérte, hogy ő király lesz, megáldja, áldássá teszi, nagy dolgokat végez el rajta keresztül, és évek óta egyik barlangból ki a másikba be, bujdosni az ellenség elől. És egyszer csak megszűnt az üldözés. Eltűntek az ellenségek, Isten minden ígérete beteljesedett, Dávid király lett, és Isten megáldotta őt, áldássá tette népe számára. És akkor mondta el ezt a hála zsoltárt. És abban van ez a mondat, lenyúlt a magasból, és fölvett engem. A nagy vizekből kihúzott engem. A nagy vizek kifejezés a Szentírásban gyakran az ős káoszt, az elemek elsodaló erejét, a gonosznak a hatalmát, a biztos pusztulást jelképezi, jelenti. Isten szeretete olyan nagy, hogy mindezek fölött diadalmas. Mindezekből ki tudja emelni azt, akit ő szeret. Dávid életében megjelenik az Úr, mint szabadító. És ennek a szabadulásnak egészen konkrét következményei vannak. Ezt éli át, testvérek, mindenki, aki Jézussal, mint szabadítóval találkozik. Aki Jézust, mint az Atyától küldött szabadítót fogadja el. Aki engedi, hogy kiszabadítsa őt minden bűnéből. Jézusban nyúlt le az Isten, hogy felvegyen minket. Jézus ment ki, emel ki minket a nagy vizekből, minden nyomorúságunkból, ami megnyomorítja az életünket. Olyan ez a zsoltár, mint egy képes könyv. Rendkívül erőteljes képekkel fejezi ki Dávid azt, hogy mit élt át, amikor Isten, mint szabadító, lépett be az ő életébe. Abból a sok szép képből, ami ebben olvasható, olvassuk el majd otthon az egészet, kétszer három képet szeretnék most idevetíteni, legszívesebben le is rajzoltam volna, hogy fölmutassam itt, hogy lássuk, hogyan éli át valaki az Isten szabadítását, és hogyan élhetjük át mindannyian. Három képet a szabadulás előtről, hármat a szabadulás utánról. Mi az első kép, amit Dávid itt megrajzol, a szabadulás előtről? Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem, a sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Képzeljük el, ilyen plasztikusan, ahogy leírja. Egy oszlophoz vagy fához kötözött ember. Vállától a bokájáig be van csavarva kötéllel. Teljesen reménytelen, hogy segítsen magán. Senki nincs a közelben, akitől segítséget válhatna, nincs mód a menekülésre. Ott fog elpusztulni a tűző napon. Körülvették a halál kötelei. Így kötöz meg mindannyiunkat a bűn. Így tekerednek ránk a szenvedélyeink. Nagyon sokféle szenvedély lehet. Így kötöznek meg tév eszmék, téves gondolatok, szorongás, félelmek. Így kötöznek meg a vágyaink. És nem tudunk szabadulni tőlük. Így kerülünk sokszor kényszerhelyzetbe, ahol csak két rossz között választhatunk. És mérlegelhetjük nagy bölcsen, hogy melyiket óhajtjuk. És nem tudunk harmadik lehetőséget, és nem tudunk segíteni magunkon. Isten nélkül ez az ember hűképe, körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem, a sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái merednek rám. A második kép, mit tesz az ember ebben a helyzetben? Hát mit tehet? Tehetetlenül lázad ellene, vagy kétségbe esetten rezignáltan legyünk? Vagy, ezt ábrázolja a második kép, nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Nem naívság ez? A bajban elképzel magának az ember egy Istent, mert jó lenne, ha lenne valaki, aki segíthet. De hát nincs. Hozzá kiált. Úgy se hallja. Ha van egyáltalán. S ha van is,
éppen egy kikötött ember lelkondja. De mégis, mert így folytatódik, meghallotta hangom a templomában, kiáltásom a fülébe jutott. Megám, meghallja. Aki őhozzá kiáltat, meghallja. Erre egész sor ígéretünk van. Ebben minket nagyon bizonyosakká akar tenni az atyánk. Aki őhozzá kiált, ahhoz ő nagyon közel van. Ő halló távon belül van mindenkihez. És meghallja a mi kiáltásunkat. Ezzel a reménységgel kiáltsunk hozzá. Akkor is, ha a megkötözöttségünk, a kötelékeink vesznek körül, és semmi reményt nem látunk a szabadulással valamiből, vagy a bűneinkből, akkor is csak kiáltsunk hozzá. A második kép egy ugyanolyan megkötözött embert ábrázol, mint az első, de ez kiált. Mégpedig nem akárkihez. Istenhez kiált segítséget. És akkor mi történik? Hát akkor nagy dolgok történnek. Aki Istenhez kiált, és akinek a kiáltása sára Isten megmozdul, az elkezd csodákat látni. Így olvassuk ezt itt. Megrendült és rengett a föld, megereszkedtek a hegyek alapjai. Megrendültek, mert Isten haragra gyúlt. Füst jött ki orrából, szájából emésztő tűz, parázs izzott benne. Lehajlította az eget, és leszállt. Homály volt lába alatt. Kérubon ülve repült, szelek szárnyán suhant. A sötétséget tette rejtekévé, maga körül, mint egy sátrat. A sötét vizeket, a gomolygó fellegeket. Az előtte levő fényözömből előtörtek fellegei jégesővel és tüzes parázssal. Dörgött az Úr az égben, menny dörgött a felséges, jégesővel és tüzes parázssal. Kilőtte nyilait és szétszólta. Szemérdek villámot röpített ki. Láthatóvá váltak a vizek mederei, és feltárultak a világ alapjai dolgálásoktól, Uram, haragott felének fúvásától. Lenyúlt a magasból, és fölvett engem. A nagy vizekből kihúzott engem. Vagyis megjelenik Isten. Aki hozzá kiáll, ahhoz ő egészen közel lép. Nem ilyen formában ezek az erőteljes képek Isten jelenlétének az erejét próbálják kifejezni valamit. Ahol ő megjelenik, onnan minden ellensége menekül. Ott a kötelékek maguktól lehullanak, és aki hozzá kiáltott, az átéli, hogy szabad. Ott hagyták az ellenséget, akik megkötözték. Megijedte Istentől. Éppen úgy, mint ahogy a démonok menekültek Jézus előtt. Menekülnek a sötétség erői a szent és hatalmas Isten elől. És átéli az ember, hogy szabad vagyok, szabad. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek voltak nálam. Ez nem mítikus rajz, hanem itt történeti tény. Ez történt nagy pénteken. Belerendült ott is az ég, megrengett a föld, ketté hasadt a templom kárpitja, szokatlan fényjelenségek kísérték Krisztus halálát. Akkor történt a legnagyobb győzelem, ami ezen a világon valaha történt. Akkor helyezte vissza Isten az embert eredeti pozíciójába, a fészekbe, ahonnan kiesett. Magához, a vele való közösségbe. És aki hisz ő neki, az átéli, hogy szabad. Isten nélkül az ember képe a megkötözött ember, de a megkötözött is kiálthat, és aki hittel kiált, ahhoz lenyúl a hatalmas kéz, és nem csak megszabadítja, hanem fölemeli. Kiemeli onnan, önmaga fölé emeli, újra emberré teszi. És mik ennek a következményei? Három további szép kép van itt a Zsoltárban a megszabadult ember állapotának a leírásáról. Így olvassuk az elsőt, mert te gyújtod meg az én szövét nekemet, az Úr, az én Istenem, megvilágosítja
az én sötétségemet. Világosság támad. Szokatlan világosság. Már csak azért is szokatlan, mert megszokta a szem a sötétet. Megszokta azt, hogy a sötétben sok minden nem látszik, sok minden nem olyannak látszik, mint amilyen, sok mindenről nem is lehet tudni, sok mindent el lehet rejteni, mindent, ami bűn. Most egyszerre világosság gyullad. A megszabadult ember első nagy élménye az, hogy annak látom a valóságot, ami. Bűnnek látom a bűnt. Istennek látom az Istent. Hibának a hibát, tisztának a tisztát. Világosság támadt. És nem akar többé semmit sem a sötétség leple alá rejteni. Nem akar semmit átmenteni a sötétségben. Mindenre derüljön fény. Mindenről hadd lehessen tudni, hogy mi az. Azt mondja Jézus, aki engem követ, nem járhat sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Ismerőse nekünk ez az élmény, hogy egyszerűen rádöbbenek arra, hogy mit is csináltam én. Hogy mit is mondtam neki, mikor azt mondtam. Hogy mit mulasztottam el, mikor azt elhagytam. Hogy mit rontottam el. Én, nem a körülmények, nem ők, nem ismeretlen tettes. Én. S mit fogadtam el, amikor az Isten kegyelmét elfogadtam és megkaptam? Egyszerre sötétlik a bűn és ragyog a kegyelem. És élni lehet ebben a világosságban. Tájékozódni lehet ebben a világosságban. Biztonsággal lehet közlekedni. Én vagyok a világ világossága, mondja Jézus. Aki engem követ, nem járhat sötétségben. Te gyújtasz nekem világosságot. Vallja itt a Zsoltár. A másik kép a szabadulás után, mert ő az én üdvességem pajzsa, a te jobbod megszilárdított engem, és jó voltod, felmagasztalt engem. Isten, mint az én pajzsom. Pajzsa ott van szükség, ahol támadásokat kell kivédeni. Támadások az újjászületett embert is érik. A megszabadult ember is kísértések között jár. Őt kezdi csak támadni a gonosz. De oda bújhat Isten mögé. Mindenütt Isten mögött. Az ő közvetlen közelében. Mögötte elrejtőzve. Teljes védettségben. Isten az én pajzsom. Ez nem tiszteletlen kép. Nem azt jelenti, hogy én használom őt pajzsként. Azt jelenti, hogy ő elém áll pajzsként. És ha én ott maradok az ő közelében, védve vagyok. Aki engem támad, vele találja magát szemben. Senki és semmi nem állhat nekem, a halál sem. Hiszen örök életem van. Túlélem a halálomat. A fészekben vagyok, az atyával közösségben. Végzetes baj velem már nem történhet, ha Isten az én pajzsom. Ha tőle nem tárgyítok, ha vele teljes egységben élem ezt a földi életet, így készülök az örökké valóságba. Ismerőse nekünk ez az élmény. Sok szorongásunk, félelmünk, aggodalmaskodásunk, hitetlenségünk, álmatlan éjszakák, izzadékony tenyerek nem azt mutatják-e, hogy nem a pajzs mögött állunk. Tudunk a pajzsról, és mi valahol védtelenül remegünk. Ő az én pajzsom, vallja Dávid, ezért nem félek semmitől. Az üdvösség pajzsa. Ez a győzelmes életnek a titka. És a harmadik kép. Kivitt engem tágas helyre, kiszélesítetted lépésemet alattam, nem tántorognak már lábaim. Gondoljuk el megint egész szemléletesen. Utazunk egy tömött buszon. Csomag is van a kezünkben. Jó lenne megfogózkodni valamiben, de nincs semmi, masszív a közelben. Jó lenne kicsit széjjelet tenni a lábat, nagyobb terfezben állni, hogy ne ütődjünk minden előzésnél és minden kanyarban neki a szomszédoknak. De nem lehet. Mindenütt cipők, lábak, csomagok, és minden innen szitkozódás. Mert mindenki így áll, mint mi. Mert nincs tágas tér. Mert nem tudjuk megszélesíteni a mi lábunkat. Mert még terheket is cipelni kell, nem lehet letenni se, nem lehet fogózkodni se. Tántorognak a lábaink. Nincs egyensúly, nincs biztonság.
éppen emiatt a feszültség egyre nő, míg a busz valamelyik pontján kirobban. Telítődik gyűlölködő indulattal a busz. Isten nélkül így utazza végig az emberiség az életet. A történelem egy ilyen utazásnak a története. És a megszabadult ember azt mondja, hogy kivittél engem tágas térre. Kicsit rendbe hozhatom magamat, föllélegezhetek. És kiszélesítetted lépteimet. Milyen szemléletesen mutatja azt, hogy biztos talajon állok. Nem tántorognak lábaim. Kiegyensúlyozottá vált az élet. Belső bizonyosság, külső biztonság, az Isten békessége, amely békétlenség közepette is megmarad, mert minden értelme felül halad, s ráadásul nem egyedül, hanem ő vele. Tágas térre vittél ki engem, kiszélesítetted lábaimat. Ez a 18. Zsoltár képes könyve. A címlapon egy vergődő kisgólya a homokban, ott fog elpusztulni, nem lehet rajta segíteni. Bent az első két, a megkötözött ember, aki nem tud magán segíteni, de ez az ember kiállt Istenhez, a harmadik és központi két hatalmas kéz nyúl le a magasból, leoldódnak a kötelékek, önmaga fölé emeli az embert, emberré válik újra az Istennel közösségben. És ott átéli azt, hogy világosságban is lehet járni, átéli azt, hogy teljes a védettség, Isten az én pajzsom, és átéli azt, hogy nem kell szorongani, nincs szükség, bőség van a szó minden értelmében, biztonság, békesség, bizonyosság, Isten gyermeke vagyok. Melyik kép hasonlít leginkább a te mostani állapotodra? Hova lehetne odaírni kisbetűvel a saját nevünket? A megkötözött ember, aki nem bír uralkodni a körülményein, nem tudja legyűrni a jogos vagy jogtalan, oktalan, ok nélküli gyűlöletét, haragját, nem bír magán uralkodni, tehetetlen. A megkötözött ember, aki már kiállt Istenhez, hittel, hitetlenséggel, a kettő együtt keveredve. A megkötözött ember, aki átélő, hogy lehullottak a kötelékeim, és szabad vagyok. Vagy az, aki már világosságban is jár, ezt a védettséget élvezi, és azt a tágasságot és bőséget, amit az Istennel való közösség jelent. Testvérek, mi mindnyájan a fészek után vágyódunk. Olyan különös az, amikor éppen nem hívő, én hadd mondjam így, hogy még nem hívő, emberek fogalmazzák meg leghitelesebben ezt a vágyat. Azt, hogy hiányzik az atya, hiányzik a fészek. Mindenki melegségre vágyik. Egy jó szóra, amit csak neki címeztek. Egy símogatásra, amit csak az övé. Arra, hogy igazán fontos legyen valaki. Arra, hogy lehessen tudni, mi az igaz, mi vár ránk. Olyanok közé, akik azt mondják, amit gondolnak, és azt fogják csinálni, amit mondtak, ahol biztonság van. Fészek melege vágyunk, életre, Isten közelségére. Ezt kiáltják a költők, akik a legszebben tudják kifejezni azt, amit mindnyájan átélünk. Összegyűjtöttem egyszer egy egész ciklusra valót József Attila verseiből, amikben mind művészi szépséggel kiállt a fészek utáni vágy. Hadd idézek itt most egy kétsoros Zelk Zoltántól. Így hangzik. Szél fújt a levél a világ. De hol az ág? De ki az ág? Honnan sodolódott el a világ? Hova tartozott? Tartozhat-e még valaha valahova? És hova sodorja a szél? Ettől szenved az emberiség, hogy szél fújt a levél a világ, meg az én kis sorsom is. De hol fogok kikötni? Csak sodoródni lehet? S honnan szakadtam le? Számon tartanak-e ott még engem? Vissza lehet-e oda kerülni?
ott kiált mindannyiunk szíve mélyén ez a vágy, a fészek után. És hangzik az evangélium, hogy számon tartanak. Név szerint számon tartanak. Lenyúlt a magasból, és felvett engem. A nagy vizekből, a biztos pusztulásból is kiemelt engem. Ha engedjük, bármelyikünket kész kiemelni. Melyik képhez hasonlít pillanatnyilag a mi életünk? Azon gondolkoztam még végül, hogy mit lehet, illetve mit kell tennie az embernek ahhoz, hogy kiemelje őt Isten. Megkötözött ember fához vagy oszlophoz kötve. Mit tehet? Ki van szolgáltatva a sorsának, sorsa következményeinek. Megkötözött ember, aki kiállt. Na ezt ő teszi. Kiállhat. Lenyúl a hatalmas kéz és fölemeli. Itt mit tesz az ember? Azt, hogy elfogadja ezt, engedi, mert tiltakozhat is ellene. Az embernek ez megadatott, a kis gólyának nem. Világosság támad, ezt nem ő teszi, elfogadja. Isten az ő pajzsa, ezt nem ő teszi. Az ő feladata csak az, hogy ott maradjon a közelében. Isten tágas térre állítja, megáldja, ezt sem ő teszi. Isten teszi vele. Két pont van, ahol mi is tehetünk valamit. Az, hogy kiálltok, és az, hogy engedem, hogy fölemeljen a kéz, amelyik lenyúlt a magasból. Ennyit tehetünk. De ezt nekünk kell megtennünk. Ha valaki úgy érzi, hogy ő még a nagy szabadulás előtt van, kiáltson. Még ma este. Akár itt ebben a csendes percben majd, amikor mindnyájan elcsöndesedve Isten elé állunk. Biztos, hogy nem a nagy semmiben tűnik el a kiáltása, hanem átéli azt, hogy meghallgatta az én kiáltásomat, eljutott fülébe az én kiáltásom szava. És akkor elmondhatjuk mindnyájan, hogy lenyúlt a magasból, és felvett engem is. Kiemelt engem a nagy vizekből. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, magasztalunk téged azért, hogy a halál mélységéig utánunk jöttél, utánunk nyúltál, hogy kiemelj minket. Köszönjük, hogy elég, ha kiáltunk. Köszönjük, Istenünk, hogy te magad biztatsz, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején. És én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Indíts erre minket. Hozzád kiáltunk most abból a nyomorúságból, amiben vagyunk. Kérünk téged, ne tévesztjük össze bűneink következményeit a bűnünkkel. A bűnből szeretnénk szabadulni. Abból az állapotból, hogy nélküled vagyunk. Hisszük, Urunk, hogy sok minden megoldódik, ha ismét a fészekbe kerülünk, te hozzád. Köszönjük, hogy visszakerülhetünk. Köszönjük, hogy te magad nyúltál le a magasból. Őrizd meg minket attól, hogy mi legyünk az akadálya saját üdvösségünknek. Hogy mi ellenkezzünk veled, amikor fel akarsz emelni. Tedd készé a mi szívünket. Tedd hálásra a mi szívünket. Hogy engedjük, és aztán egy életen át, és majd az örökké valóságon át dicsőítsünk téged. Amen. Imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.